És már vissza is tértünk, köszöntök szépen mindenkit, és itt is van mellettem Török Feri, sportújságíró barátom. Szerintem. Én is köszöntök mindenkit, tartsanak velünk erre a néhány sportos percet. Érdemes lesz, hiszen hogyha végignézek felé, mi mindent gyűjtöttél ki nekem, mára, illetve a nézőknek, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg semmilyen sportágban nem szenvedünk hiány, de ugye itt van nekünk a nap kérdése, hogy ki nyeri majd az aranylabdát. Na te mit gondolsz, hogy ugye van a Messi, van a Ronaldo és van a Ribéry? Hát három kiváló labdarúgóról van szó. Így van. Ugye nagyon nehéz különbséget tenni köztük, de annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy Messi már négyszer volt a labdás, Ronaldo egyszer, Ribéry meg egyszer sem, úgyhogy a idei idényben mégis azt mondom, hogy Messi van ettől a címtől a legtávolabb, hiszen elég sokat volt sérült, uh-huh. és amikor pályán volt, akkor sem alkotott úgymond olyan maradandót, amit tőle megszoktak a szurkolók, a Barcelona rajongók. Cristiano Ronaldo ugye 2008-ban volt aranylabdás, az idénye a Real Madriddal elég jól sikerült, látványos, szép gólokat rúgott, többször rúgott mesterhármast, és nagyon-nagyon nyújtott a Európa-bajnoki pótselejtezőn a Svédország ellen, ott is mesterhármast rúgott, szinte az ő góljaival jutott tovább Portugália. És ugye itt van Franck Ribéry, aki egy francia és Németországban játszik, idén megnyert a Bayernrel mindent, a német bajnokságot, német kupát és a bajnokok ligáját is. Tehát én azt mondom, és most lehet, hogy néhány foci szurkolót magamra haragítok, hogy nekem a három kiváló futballistából Ribéry a legkevésbé szimpatikus, uh-huh. ami a játék stílusát illeti, nem mint embert. Mégis azt hiszem, hogy ő fogja besöpörni ezt a kitüntető címet ebben az évben. És hogyha ez így lesz, akkor még csak nem is lehet csodálkozni, és nem is lehet rá haragni. Szerinted egyébként a számít, hogy teszem azt mondjuk a Messi-nél vagy a Ribéry-nél, hogy a Ribéry nem kapott még egyet sem, és a Messi meg négyet kapott, tehát a számít az, hogy valaki nem kapott vagy kapott már? Nem. Vagy nem. Csak is kizárólag a teljesítmény, tehát ha a teljesítményében a Messi a legjobb, akkor ő fogja kapni. Igen, de hát most sajnos nem ő volt a legjobb, azt mondom. Hiszen ha így lenne, hogy te mondod, akkor már tavaly nem a Messi kapta volna, hiszen 2009 óta folyamatosan ő kapta az aranylabdát, de mindig olyan idényt produkált, ami a legjobb volt, és még a fanyalgók sem mondhatták azt, hogy már megint ő kapja. Én csak azokat a játékosokat sajnáltam, akik ugye vele egy csapatban játszanak, az Iniesta, a Xavi, és ezek, akik kiváló futballisták, és tényleg nagyon jó társat alkotnak a Messivel, és ők szintén megérdemelték volna az aranylabdát, de ez nem kívánság műsor, ahogy mondani szokták, a teljesítmény dönt, legalábbis a szavazatok alapján, szavazatok ezt bizonyítják. A Messi tartja egyébként a rekord, hogy az aranylabdák. Igen, és főleg abban tartja, volt már más játékos is háromszor, uh-huh. tehát volt olyan, a Cruyff is háromszor volt aranylabdás, a Messi azzal tart, és azzal csúcstartó egyedüliként, hogy nem csak négyszeres aranylabdás, hanem az, hogy sorozatban négyszer, mert akik háromszor voltak korábban aranylabdások megszakításokkal uh-huh. érték el ezt a címet. Uh-huh. Tehát ez a napnak a kérdése. Az adás egész ideje alatt a facebook.com/fixhd oldalon, vagy a 4453-49-es telefonszámon várjuk a tippeket. Feri, mi pedig szerintem kezdjünk is bele, női kézilabdával indítsunk. Hát ugye Szerbiában uh-huh. szombat óta zajlik a női kézilabda világbajnokság, a magyar válogatott már túl van két csoportmérkőzésen. Szombaton a cseheket verték 35-27-re, és tegnap pedig a Tunéziát 26-24-re. Ez azt jelenti, hogy most már van két győzelme, ott van a válogatott a legjobb 16 között, de azért még lesznek mérkőzéseik, de úgymond nem kell most már minden a győzelemre törekedni, de azért ez nem árt, mert a csoportkörök végén, a sorsolásnál nem mindegy, hogy ki jut tovább csoport elsőként és ki jut tovább csoport másodiként. Érdekes módon a tegnapi győzelem úgy indult, hogy egy nagyon könnyű, egy felhozó mérkőzés lesz, és aztán kinkeservessé vált ez a siker. Sitibe a válogatott másodedzője őszintén is mondta, hogy csapnivalóan játszott a csapat, és tényleg annak tulajdonítható csak a két gólos győzelem, hogy a lányok nagyon akartak, illetve hogy az ellenfél nem tudott jobb, nem talált ellenszert a magyar játékosok tudására. Ami még említésem méltó ezzel a mérkőzéssel, ezzel a győzelemmel, hogy a
válogatott a, nem is elvelem, a szombati győzelmet Erik Böhmnek ajánlotta, és ezt ugye Norvégiában meglehetősen örömkönnyek között és meghatódva vették tudomásul. Erik Böhm ugye most jutott túl egy súlyos betegségen, és úgy tervező gyanában már visszatér Magyarországra, és elkezdi a munkát, illetve folytatja azt, amit most Hajdú János átmenetileg csinál. Igen, hát reménykedjünk benne. Egyébként csak még egy gondolat, hogy ugye a női kézlabdának nálunk nagyon jó hagyománya van, hiszen 1965-ben világbajnokságot nyertek a magyar hölgyek, és azóta is rendre a világbajnokságokon, olimpiákon ott vagyunk a legjobbak között, második, harmadik, tehát dobogós helyezéseket érünk el, de még hogy úgy lesz ez most is. Akár csak a férfi válogatottunk is ezen belül, hogyha jól látom, akkor a Veszprém 34-17-re verte meg a Vácot. Igen, idehaza ez volt az egyetlen kézilabda férfi bajnoki mérkőzés tegnap, és a Veszprém ugye bajnokhoz méltóan vette az akadályt, és szinte azt mondom 50%-kal több gólt dobott, mint a Váciak, és hát megérdemelten vezeti a tabellát, ez is azt bizonyította. Szép eredmények, azt kell mondani. De pont ahogy beszéltük, ugye a férfi kézilabda válogatottunk azért mindig is jól szerepel, tehát mondjuk csak az olimpiát mondjuk. Azért rendben. Igen, hát ez egy nagyon kemény társaság, azt kell mondjam, és az olimpiai negyedik hely az a férfiak mezőnyében tényleg felér egy nagyon-nagyon emlékezetes teljesítménnyel. És ahogy látom, a kickboxban is rendben vagyunk, hiszen 7 aranyt szereztünk meg a törökországi VB-n. Hát azt mondom, hogy kitettek magukért ezek a fiatalok, akik ezt a kemény és látványos küzdősportot űzik. Hát azt mondom, hogy ilyen még talán nem is volt, mert 6 egyén és egy csapat bajnoki aranyat nyertek. Hát többek között azt mondom, hogy Nagy Henrietta, Kondor Anna, Morádi Zsolt, Nádas Andor, úgyhogy gratulálunk innen mindannyiuknak, és kívánjuk, hogy folytassák ezt a megkezdett szériát, és hétnél alá ne is adják majd a legközelebbi világversenyen sem az aranyért. Éltünk már egyébként ilyen eredményt? Nem, ilyen sok aranyot még nem nyertünk. Volt már kickboxban világbajnokunk, Európa bajnokunk is, de hogy valamikor is ilyen látványos szériát produkálnak a sportolók még nem volt. Bemutatkozott Hanga Ádám új csapatában. Hát itt nagyon szurkoltak sokan a kosárlabda rajongók a magyar fiúnak, aki ugye nyáron igazolt a spanyol klubhoz, és az volt az érdekessége, hogy őt sérültként igazolták le, és rögtön, ahogy elkezdte az edzéseket, már abba is hagyta, mert meg kellett operálni a térdét, de nagyon jól sikerült a műtét, és most 6 hónapos szünet után végre bemutatkozott a csapatban, 10 percet játszott, ha nem is dobott kosarat, de nagyon kiszolgálta a társait, pontos labdákat adott, és megszerezte a lepattanókat, tehát igen, aktívan vette ki a részét a győzelemből, és ami a lényeg, hogy a spanyol lapok is nagyon dicsérik, és most már örömmel nyugtázták, hogy nem zsákba macskát vettek, hanem egy nagyon kiváló kosaras. Nem érkezi is fog maradni. És ahogy látom, egyébként az Adria Kupa mérkőzésén a Szolnok 76-71-re verte meg Belgrádot, ami szintén egy jó eredmény. Igen, ez azért is érdekes, mert ugye a Szolnok rendszeres résztvevője az Adria a kupának, és egy éven belül már másodjára veli meg ezt a veretes úgymond kosárlabda csapatot, amik ugye Európa Ligában és Bajnokok Ligájában is nagyon-nagyon nagy hírnevet szerzett magának. Úgy látszik, valami tud a Szolnok, amivel mindig meglepi a szerbeket, és az a baj csak ebben, hogy ezzel a szép siker együtt a szolnokiak csak 11-ek a tabellán, de hát reméljük, hogyha ilyen váratlan győzelmeket aratnak, akkor kerülnek ők majd még feljebb is. Reméljük. Labdarúgás, NB1. Hát itthon egy elég úgymond langyos hétvége volt, ez azt is bizonyítja, hogy 4 döntetlen született a bajnoki utolsó őszi bajnoki fordulóban. Döntetet játszott a Paks, az MTK és az Újpest is többek között, viszont nyert a Fradi és nyert a Győr. A Fradi ugye 3-2-re nyert Fehérváron, na most ez egy azért is váratlan siker, nem csak azért, mert a Fradinál ugye egy héttel ezelőtt edzőváltás volt, hanem azért is, mert a videót az elmúlt fordulókban nem aratott, nem szerzett győzelmet, tehát nem mi csak pontot sem szerzett, tehát 3 vereség áll a neve mellett, és most többen
kongatják a visszhangot, hogy könnyen lehet, hogy a Fehérvári Gárdánál is esetleg edzőcserére kerül sor. Igen, mint ahogy meséltük a múltkor Ferencvárosnál. Igen, de hát ezt majd eldöntik a vezetők, hogy szükség van-e edzőcserére vagy sem, vagy továbbra is bíznak a portugál edzőben. Visszatérve egyébként, ugye az előző adásban arról beszélgettünk, hogy ki a hibás a Ferencvárosnak a sikertelenségére, de ugye eltelt egy hét, te azóta hallottál valami bennfentes információkat, hogy így a játékosok, vagy a menesztett holland edző, te mit gondolsz? A holland edző változatlanul azt mondja, hogy nem követett el hibát, ő sajnálja azt, hogy a megkezdett munkát nem tudta befejezni, és ő hisz abban, hogy ha hagyják dolgozni, akkor tavasszal elindultak volna fölfelé a csapattal, és odaértek volna a dobogó közelében. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ám azt mondani, hogy most a vezetők ezt hogyan látják. Ők nem látták ezt a csapatban, hogy ez a csapat elindulhat. Ettől még ez lehetett volna úgy is, de hát ez így történt, most már soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogyha Monyiz marad is tavasszal is ő ül a kispadon. Nem, hát a múltkor mondtad nagyon-nagyon jól, és én mindig, amikor megkérdezik, ahhoz tartom magamat, ugye egy csapatról van szó, mert benne vannak a játékosok és az edzők is, ők alkotnak egy egészet és az eredményekért, ők együtt felelősek, nem lehet külön megmondani, hogy vagy az edző, vagy a játékosok. Ez természetesen így volt most is, tehát a Munoz ugye más temperamentumhoz van szokva, más gondolkodásmódhoz, ezért is nem szeretem én, bár ezt senkit nem érdekel, hogy én mit szeretek. Hogyha külföldi edző van egy magyar csapatnál, számtalan példa van arra, hogy nem tudják beleélni magukat ebbe a magyaros világba, vagy a magyaros gondolkodásba. Ha a magyaros gondolkodás, akkor ugorjunk egy kicsit Spanyolországba, és ahogy látom, Barca, a Real és az Atletico is nyert. Igen, hát ők a Király kupában nyertek, bajnoki szünet volt most a spanyol labdarúgásban, viszont német bajnokságban Huszti Szabolcs ismét remekül játszott, bár kikaptak 4-2-re, de ettől függetlenül a német újságok nagyon dicsérik, mert gólpasszt adott, és nagyon-nagyon aktívan játszott, és nem rajta múlott az, hogy végülis vereséggel hagyták el a pályát. Reméljük, hogy viszont mindenképpen említeni kell azt, hogy a Bayern viszont menetel Guardiolával, és a brémaiaknak hetet rúgtak, ami azt jelenti, hogy toronymagasan vezetik változatlanul német bajnokságot, és hát készülnek a BL megmérettetésre és a további sikerekre is. És viszont, ahogy látom egyébként, az angoloknál nem ilyen rózsás a helyzet, hiszen a Chelsea és a Manchester United is. Igen, hát a Manchester még ilyen mérkőzésben nem volt, mióta új edző van, de hát ez egyáltalán ismertem fogalom volt a manchesterieknek, hogy a csapat 9. helyen van. Hát most sorozatban ők is 3 vereséget szenvedtek, és a Chelsea is Mourinhoval egyáltalán nem remekel. 3. helyen vannak, leszakadva a Arsenaltól és a Manchester City-től, és hát azt kell mondjam, hogy talán majd a Manchesternek, a Unitednek a BL hozhat valami kis gyógyírt, mert most ott vannak a legjobbak között, tehát csoport elsőként tovább jutnak, talán ha ott valamit elérnek, az vigaszt lehet a manchesteri szurkolóknak. Viszont hogy látom egyébként, hogy az olasz fociban a Juve vezet fölényesen. Igen, a Napoli 3-3-as döntetlen játszott az Udinézével, a Róma, a Fiorentiát verte 2-1-re, tehát ez az E-csoport, és azt hiszem, hogy az olasz szurkolók elégedettek lehetnek, mert hétre jó fotballal lepik meg a játékosokkal. Ahogy mi is hétre jó sportrovattal készülünk. Reméljük, hogy így van. Mi vártó ezen a héten? Hát változatlan, ugye labdarúgással folytassuk labdarúgással. Ma és holnap BL meccsek vannak, ragyogó, jobbnál jobb mérkőzések. Hát Galatasaray, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, úgyhogy hogyha a Schalke játszik a Bázellel, úgyhogy jobbnál jobb mérkőzések van, bőven választék, és azt sem szabad elfelejteni, hogy egyik legnehezebb mérkőzést a Napoli Arsenalt Kassai Viktor vezeti majd, és itt nagyon fontos és egy nagyon érdekes mérkőzést tesz, hiszen a Napolinak mindenképpen győzni kell ahhoz, hogy tovább jusson, és hát föl van adva a leszke, nyilvánvaló, hogy a játékosok is mindent elkövetnek majd, úgyhogy nehéz mérkőzés elé néz, és pontos meccse lesz Kassai Viktornak is, tehát szurkoljunk neki, hogy a kiváló játékvezető legalább ő öregbítse a magyar futball hírnevét, ha már a játékosaink
erre még egyenlőre nem alkalmasak. De igyekeznek. Tehát. Igyekeznek, ez egy szimpatikus tulajdonság mindenképpen. Folytatódik a kézilabda VB. A magyar válogatott két nehéz mérkőzés elé néz, de reméljük, hogy mind a kettőt majd sikerrel abszolválja, és ami nagyon fontos, és gondolom nagyon sok sportrajongó érdeklődve várja, hogy elkezdődik a fedett pályás, a rövidpályás úszó Európa-bajnokság, és hát szurkoltunk hosszú Katinkának, Gyurta Dánielnek, Cseh Lászlónak, hogy csak Bicó Péternek, hogy csak néhány nevet említsünk, és hát előzetesként hadd mondjuk azt, hogy Kis László szövetségi kapitány 6 aranyérmet vár. Na most, ha a barcelonai sikereket nézzük, a versenyzők túlszárnyalták akkor is Kis László jósatát, ha most is így lesz, akkor azt hiszem szép hétvég elé néznek a úszósport szerelmesei. Hát remélem, Feri, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Annyit tudok mondani egyébként zárásképpen, amit mindig is szoktam mondani, hogy hajrá, magyarok!